A BSK 792-380 M-típus jelzésű AEG beépíthető sütő egy gőz, illetve sous-vide funkcióval is ellátott készülék. Méretét tekintve 60-as külméretű standard bútorba helyezhető el maga a készülék, energiaosztályba sorolását tekintve A2 plusz energiaosztályú és 70 literes a sütőtér hasznos űrtartalma. A készülék kezelő felületét, ha megnézzük, egy magyar nyelvű aktív TFT kijelzővel ellátott készüléket látunk. Ez azt jelenti, hogy magát a kijelzőt fogjuk az ujjunkkal megérinteni, és ujjunk mozgatásával tudjuk a menüjét elérni. A készülék sütő funkciói között megtalálható a tartósítás, aszalás, joghurt készítés, edénymelegítés, kiolvasztás mirelittáruhoz, csőben sütés, hőlégbefúvás alacsony hőfokon, melegen tartás, nedves hőlégkeverés, ezen kívül ugye megvan benne a grill funkció, az infragrill, vagy más néven infrasütés, hőlégbefúvás, fagyasztott ételek sütése ugye kiolvasztás nélkül, tehát a mirelittárut rögtön be tudjuk tenni és készre sütni, alsó-felső sütés együtt, pizzasütési funkció, külön kapcsolható alsó sütés. Van benne ugye a gőzölés, van benne a sous-vide sütés, ezen kívül van regenerálódás, tehát étel felmelegítését szolgálja, kiváltható ebből a szempontból a mikrohullámú sütő, kenyérsütés, kelesztés, illetve a gőz funkcionál ugye a vitálsütés, sütés magas páratartalommal, közepes páratartalommal, illetve alacsony páratartalommal. Bármely sütő funkciót, ha kiválasztjuk, leokézzük, és már is megjelenik az időbeállítási lehetőség. 230 Celsius fok a maximum, de 5 fokos pontossággal tudjuk tetszés szerint kiválasztani. Leokézzük, és a starttal ténylegesen elindítjuk magát a sütést. A készülék menüjében találunk rengeteg előre programozott sütést, itt ételkategóriák közül tudunk választani. Hús és halételek, köretek, tepsis sültek, sós tészták, desszertek, édes sütemények, zöldségek, gyümölcsök, de ezen belül rengeteg almenüpont van, húsok, szárnyasok, halak, tengergyümölcsei. Ha mondjuk például szárnyasokon belül szeretnénk csirkét, azon belül mondjuk csirkecombot készíteni, akkor a készülék tudja automatikusan, hogy azt milyen sütőfunkcióval, milyen hőfokon és mennyi ideig kell készíteni. Hogyha nagyobb mennyiséget készítünk, ugye azt a készülék nem tudja, hiszen nem állítottuk be, hogy most ez egy csirkecomb vagy öt csirkecomb, ő a felfűtési időből fogja kiszámolni azt, hogy mi az ételnek a térfogata, és hozzá fogja igazítani automatikusan a sütési időt. Tehát, hogyha beállítunk mondjuk egy 200 Celsius fokot, mivel nagyobb mennyiségű étel van benne, mire eléri a készülék a 200 fokos üzemi hőmérsékletet, az hosszabb idő lesz, hiszen nagyobb mennyiségű ételt kell átmelegíteni, tehát ő mindig a megfelelő adaghoz, megfelelő mennyiséghez fogja a sütési időt automatikusan hozzáigazítani. Ezen kívül a menüjében szintén megtalálható maga a tisztítás. Ugye ez a készülék gőztisztítással van ellátva, amikor ezt a funkciót bekapcsoljuk, akkor magas páratartalmú gőz fog beadagolni a sütőtérbe, ez fellazítja a belső felületekre lerakódott szennyeződést. Amikor a program véget ért, akkor egyszerűen egy rongyal, szivacsal át kell törölni a belső részeit a készüléknek. Van még benne szárítás, ez azt a célt szolgálja, amikor befejeztük mondjuk a gőzzel történő sütésünket, ugye azért a gőz kapcsán a belső felületeknek azok párásak lesznek. Kivesszük az ételt, rákapcsoljuk ezt a szárítás funkciót, és leszárítja ezt a nedvességet a belső felületekről. Ugye van a gőztisztítás, illetve a gőztisztítás plusz, ez két különböző, de ugyanolyan gőzzel történő tisztítás, időtartamban lesz különbség, igazából attól függ, hogy mennyire szennyezett a sütő, ennek megfelelően indítjuk el magát a tisztítást. Van benne vízkőmentesítés, ugye a készülék számolja azt, hogy hány üzemórát használtunk, hány üzemórát óráig sütöttünk gőzzel vagy a sous-vide funkcióval. Ennek megfelelően ő jelezni fog, amikor ezt a vízkőmentesítést el kell indítani, illetve van egy öblítés, az gyakorlatilag a gőzgenerátort és a belső alkatrészeket fogja áttisztítani, hogyha később használjuk majd legközelebb egy-két hét múlva a gőzfunkciót, akkor abban nem maradjon semmilyen szennyeződés. Van a készülékben kedvencek menüpont, ugye az előbb látott
előre programozott sütésekben van nagyjából 225 recept, de hogyha olyan ételt készítünk, amit otthon rendszeresen szoktunk fogyasztani, meg is van rá jó bevált sütési hőfokom, funkcióm, időtartamom, akkor el tudjuk menteni a kedvencek közé ezeket a paramétereket, legközelebb pedig egy érintéssel már előhívható, és nem kell minden egyes alkalommal újra beállítani. Egyéb funkciók alatt tudjuk a sütőtérvilágítást, a gyerekzárat, a gyors felfűtést beállítani, van ugye a tisztítás emlékeztetőre egy kibekapcsolási lehetőség, időkijelzés, illetve magának a digitális órának a stílusát tudjuk módosítani. És ugye az beállítások menüpont alatt ott ugye a kijelző nyelvét, fényerejét, a gombok hangerejét, figyelmeztető hangerőt, a vízkeménységet, ugye attól függően, hogy hol használjuk, mennyire kemény az adott területen a víz, illetve a pontos időt. Készülékben van külön kapcsolható sütőtérvilágítás. Ha mégis úgy döntünk, hogy kézzel takarítanánk a sütőt, akkor ezt önmagában bekapcsolva ugye bevilágítja a sütőteret, illetve működés közben, amikor egyébként a sütőfunkciót ugye elindítottuk, a lámpa alapesetben világít, de mi ott hagyjuk, bemegyünk a szobába, ki tudjuk kapcsolni a világítást, hogy fölöslegesen ne fogyasszon az is áramot. A készülék kezelőpanelje mellett jobb oldalt található az a kivehető víztartály, ami 9,5 decis űrtartalmú. Ugye akár a gőz, akár a sous-vide funkciónál az ide elhelyezett víz fogja kiszolgálni ugye gőzzel a sütésünket. Ha a sütő belsejébe bepillantunk, a felszereltségében 2 tepsi, 1 sütőrács jár alapból hozzá. Ez ugye egy oldalvezető simpárral van megvezetve, amelyen 5 tepsi magasságot látunk. Szintén mellékelik hozzá a 1 darab sütősimpárt, amit bármelyik magasságba fel tudunk helyezni, bármikor egy mozdulattal áthelyezhető másik szintre, és akkor arra helyezve a tepsit, az kihúzott állapotában is vízszintesen tartja, nem billen meg, nem folyik a kezünkre a zsiradék. Szintén mellékelik hozzá ezt az elektromos maghőmérőt, aminek az egyik felét a sütőajtó jobb felső takarásába tudunk a készülékhez csatlakoztatni, másik felét, ha beleszúrjuk az ételbe, ugye rácsukjuk az ajtót, tehát benn marad a teljes sütés időtartam alatt, a kijelzőn fogja mutatni az étel belső hőmérsékletét, illetve amikor a szonda érzékeli, hogy a hús közepe például átsült, akkor automatikusan le is tudja kapcsolni azt, hogyha ezt a funkciót is beállítjuk. Amit még szintén belecsomagol a gyártó, az egy pároló edény szett, ugye ez egy dupla, a felső lyukacsozott, az alsó pedig ugye teli fenekkel rendelkezik. A készülék 4 rétegű ajtóüvegezéssel van ellátva, az üveglapokhoz viszont nagyon könnyen, nagyon egyszerűen hozzáférünk, tehát minden oldalról könnyen fogjuk tudni tisztítani azt. AEG beépíthető sütő gőz, illetve sous-vide funkcióval, magyar nyelvű szöveges aktív TFT kijelzővel.